Az eddigi legkalandosabb kitörés túrára indulunk most innen a budai várból, az 1945-ös magyar-német hősies helytállásra emlékezve, és ott Budapest legmagasabb pontján, a János-hegyen fogjuk folytatni, ott fogunk találkozni a különböző csapatokkal. Nyolc óra elmúlt, kijárási tilalom van, úgyhogy most már a fegyveres erők elől is bujkálunk estiszerűen. A nemzeti ellenállás szétszóródva különböző rajokban közelítette meg a János-hegyi találkozási pontot, innentől egy szakasszá fejlődve közösen folytatjuk utunkat. Több mint 10 éve veszünk részt a 60 kilométeres kitörés emléktúrán, ezért ezt a szép hagyományt idén is szeretnénk folytatni. Kijárási tilalom ide vagy oda, a Mi Hazánk mozgalom által meghirdetett polgári engedetlenségi mozgalom keretében. Kész vagyok akár a holnapi nap folyamán tiltakozásul az észszerűtlen túlzott lezárásokkal szemben fel is jelenteni magamat. Többször kértem engedélyt a honvédségtől, hogy hivatalosan egyenruhámban, akár behívó parancssal vehessek részt a kitörés emléktúránkon. Egy behívó parancsot kaptam egy emléktúrára, a Doni Hősök emléktúrára. Egy kicsit furcsa számomra, hogy ugyanabban a háborúban, ugyanúgy a németek oldalán a Doni Hősökért lehet már államilag elfogadott keretek között is emlékezni, de a hazájukat védő, a haza területén harcot folytató magyar honvédekről nem lehet megemlékezni. Azt gondolom, hogy egy paradigmaváltásra még szükség van, és a magyar-német áldozathozatalról előbb-utóbb azért reményeim szerint állami keretek között is méltó módon lehet megemlékezni. Kötelességünknek érezzük, hogy minden évben megemlékezzünk a kitörés hőseiről, méltatlanul elhallgatott hőseinkről. Ugye sajnos a médiában nagyon démonizálva is van az egész téma. Ugye a 60 év vármegyei ifjúsági mozgalom, illetve a farkasok is most már idén 9-1-ére vesz részt, vagy teljesíti ezt a kitörés túrát. Ugye maga a kitörés túra is, illetve maga a kitörés esemény is éjjel volt, úgyhogy mi is azért teljesítjük ezt éjszaka, illetve hát az extrém túrának ez is a kihívása. És szerintem ennyi csibészség bele is kell, hogy férjen, hogy sok-sok kockázat rakódik egymásra bele. Egyrészt itt ugye a kijárási tilalom, egyrészt ez a -11-12 fok, másrészt maga a túra jellege. Az 1945-ös budai kitörés emlékére mártír hőseink becsületből, hűségből, kitartásból, önfeláldozásból és hazaszeretetből való példamutatásának elismeréséül február 11-ét a becsület napjává kell nyilvánítsa az országgyűlés. Előbb-utóbb, még ha az erre irányuló javaslatomat 2013-ban le is szavazta a fideszes többség, normális esetben az EU is meg kéne emlékezzen arról a magyar-német áldozathozatalról, amelynek köszönhetően a szovjetek nem tudták egész Európát megszállni, hiszen a menetben elfoglalni tervezett fővárosunk ostroma több mint 100 napon át tartott, ebből 53 nap teljes bekerítettségben. Sajnos egyedüli pártként a Mi Hazánk vállalja fel az emlékezést, nincs ehhez bátorság a kormányzatban és a honvédségben sem. A vármegyében egyébként az ifjúságképzésünk része, farkasoknál pedig kötelező menetgyakorlat. Állomás helyek nélkül, zseblámpák használatának mellőzésével, -10 fok alatti hőmérsékletet elérő hidegben, befagyott kulacsokkal, fáradtan, de mégis büszkén fejeztük be az idei 60 kilométeres kitörés emléktúrát, méltóan emlékezve arra a magyar és német áldozathozatalra, amelynek köszönhetően a szovjetek nem tudták elfoglalni Európa nagyobb részét is. Dicsőség a hősöknek!